a fénytörés. Kísérletünkben, az első részében a feladat szerint egy vízzel teli üvegedényre kell párhuzamos fénysugarakat bocsájtanunk. Jelen esetben mi a vízzel teli üvegedényt kiváltjuk egy tömör átlátszó üvegtesttel, aminek az egyik sík felületére párhuzamos lézerfénysugarakat bocsájtunk. A kísérletünkben jól látszik, hogy a lézerfényből érkező párhuzamos fénysugarak az új közegbe érve nem egyenes vonalban folytatják útjukat, hanem bizonyos törést szenvednek. Azon az is jól látszik, hogy a párhuzamosan érkező fénysugarak párhuzamosan haladnak tovább. Tapasztalatainkat a munkafüzetbe lejegyezhetjük, és ennek segítségével megoldhatjuk az ott kitűzött feladatokat. A következő részben áttérünk egy lencsére, egy olyan lencsére, amelynek az egyik oldala egy egyenes, a másik egy félkör. Ebben az esetben ez az összeállítás alkalmas arra, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen törést szenved a fénysugár, miközben áthalad a közeghatáron. Ugyanis, ha pontosan állítjuk, itt nagyon fontos, hogy pontosan helyezzük el a lencsét a szögmérőre. Ha mindig a lencsének a középpontjába világítunk be, akkor ez a körívnek mindig a közepéből fog indulni a fénysugár. Magyarán szólva itt egy sugár irányú fénysugárt kapunk, ami a közeghatáron merőlegesen érkezve törés nélkül halad tovább. Azaz pontosan meg tudjuk állapítani a beesési szöget, illetve a törési szöget. Nézzük meg ezt nulláról, tehát hogyha merőlegesen érkezik egy fénysugár, akkor a korábbi tanulmányaink szerint jól látszik, látható is, hogy a merőlegesen érkező fénysugár törés nélkül halad tovább. Aztán, ahogy növelem ezeket a beesési szögeket, törekedjünk mindig a pontosságra, tehát a 10 foknál és mindig a lencse középpontjára érkezzen a fénysugár. Leolvashatjuk, ugye ekkor fog törés nélkül kilépni, és leolvashatjuk a hozzá tartozó törési szöget. És ezt tovább folytatva a kísérletet, felvehetünk tetszőleges mennyiségű mérési adatot és a hozzájuk tartozó különböző értékeket, beesési szög, illetve törési szög értékeket. Ezek segítségével a munkafüzetben lévő feladatokat már meg tudjuk oldani. Ezzel a kísérletet befejeztük.